Szevasztok túlélők, köszöntök mindenkit egy újabb Elduel videóban. A mai videóban ugye tegnap elmondtam, hogy ma is raidálni fogunk, de előtte beszéljünk egy picikét a játékról. A fejlesztők kiadták, hogy csökkentik a rádiótorony megépítésének a receptjét, mert azt szeretnék, hogy minél többen klánba legyünk, úgyhogy akinek esetleg még nem sikerült legyártani, az most legyárthatja. Gondolom azon belül is igazából kevesebb nyersanyag kell most már a fejlesztéshez, hiszen ezt is elmondták előzőleg. Nem tudom, hogy miért akarják ennyire klánba fogni az embereket, lehet, hogy valószínűleg hamarosan jönni fog egy olyan update majd, ahol most már tényleg szerepet kap a klán, és tényleg lehet csinálni ott dolgokat, nem csak ugye beszélgetni, mert hát valljuk be, hogy annak nem sok értelme volt eddig sem, meg ezután sem lesz olyan túl sok értelme. Jól van, srácok, tudunk raidálni, hiszen megcsináltam az utolsó feladatot is, ugye kereskedni kellett háromszor a kereskedővel, és készen is vagyok, úgyhogy bele is vághatunk igazából. Én azt mondom nektek, hogy készüljünk fel rá, vegyek, magamhoz veszek C4-et, fegyvert, egy kis first aid-et, mert ez a 8 darab, ez édes kevés lesz. Kicsit kajálok, nehogy véletlenül éhes legyen a karakterem, és akkor szerintem lassacskán el is indulhatunk. Jól van, én azt mondom nektek, hogy egy ilyen fullos VSS elég lesz, illetve a biztonság kedvéért 3 darab C4-et rakok el. Meglátjuk, hogy mi várott ránk, még nem tudom ugye én sem, hogy milyen bázisról van szó. Illetve azért még csináljunk ehhez fejszét, mert ez édes kevés. Ez még csinálunk, hogy is van, mennyi kell ennek a legyártásához? 2 darab szög. Aha, 2 darab kell, oké. Oké, és oké. Azt mondja, hogy így. Oké. Így, né. Szuper. Vagyunk még bankozok ott. Deszkát, ugye deszka kell még. Oké. Illetve vasra lesz még szükségünk, és aztán neki vágunk tényleg ennek az egész cuccnak. Mert úgy gondolom, hogy ez a fejszer ez így kevés, hogyha úgy indulnék el, ezért szeretnék gyártani még egy pár darabot. Így ennyi bőven elég is lesz, és oké, okay. így tökéletes, így el is indulhatunk, én azt gondolom, skacok. Na, nézzük, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok már rá, hogy milyen bázis kapok. Úgyhogy induljunk is el. Na, egyelőre ennyi, illetve a Discordon van egy nyereményjáték, amit hogyha szeretnétek, nézzetek meg. A hivatalos Discordról beszélek, nem a zenyémről, hanem a hivatalos official Last Day on Earth Survivorről. Ott nézzetek szét, ott van egy nyereményjáték. Na nézzük! The Boss 71 bázisa. Jó, hát a neve az mindenféleképpen jóra utal, hiszen a főnökhöz megyünk el. Na, skacok! Ja, Istenem, itt vagyunk. Gyarattörlés volt, de azt nem látjátok valószínűleg. Hogy itt kell robbantanom elméletileg. Elsősorban. Bum! Igen. Safe-től vajon be tudok menni? Be. Jó van. Ah! Mocsok! Mocsok Ture! Oké, okay, heavy turret. Dead. Tavasz. Vannak széfek, az a baj, hogy a széfeket azt nem lehet sehogy kinyitni, basszus. Pedig nem lenne rossz, srácok. Na nézzük. Mi van itt? Oké. Okay. Thank you. Ezt is elrakjuk így. Hello. Tavasztok. Kelekik. Anyárat. Még mindig jön az a csöves, bazd meg. Igaz. Nem baj, zombi öléssel, azzal nagyon nő az XP. Hamarabb szintet lépünk majd. Valahol itt kell robbantani, hogy jól tudom. Közben néztem róla a videókat, mert ez a bázis nagyon rejtelmes, rácok. Nagyon rejtelmes ez a bázis. El se hiszitek mennyire. Hogyha jók a számításaim, itt van egy floppy lemez. Az mindjárt elválik, amint ezeket a csóroságokat kiirtottam. Annyian jönnek, bazd meg.
Még mindig jönnek, érted? Még mindig jönnek. Nem igaz. Isten. Elkapok a fegyverem is, nagyon jó. Anyádat. Te mocsok. Remélem, hogy jó helyen robbantottam, meg lesz a floppy. Legalább, hogyha más nem is lesz. Jaj. Kacok. Ó, hát nem itt van a floppy. Sajnos. Ebbe esetleg. Ebbe sem. Áh. Akkor még itt odébb van a floppy. Egyel. Valahol itt lesz. Kurva anyját. Azt hiszem ebbe lesz. Hát nem. Sajnos nem ebbe van. Ezek meg fognak engem erőszakolni úgy rendesen. Jézus! Anyátokat már most már. Majd a trappel intéztiteket. Mocskos állatok! Úgy van, sebződjél! Sebződjetek! Mocskok! Azaz! Öljön őket, trap! Engem leöljél meg! Léci! Bazd meg, mennyit sebeznek így ruha nélkül, befosol! Pedig ott lesz ruha igazából. Legalábbis én úgy emlékszem, hogy ott van. Szevasz! Nincs már semmi cuccom, bazd meg. Gyorsan be kéne dobni a mociba, ami olyan. Ígyni. Szuper, jó van. Semmi gond. Oké, hagyjon jön meg, srácok. Hagyjon jön meg, hazamegyünk, kidobjuk a motorból, amire nincs ilyen szükségünk, és akkor még hozunk C4-et, mert ott van egy floppy lemez, én tudom, hogy van ott egy floppy lemez, és azt ki kell valahogy szednünk onnan. Floppy lemezt azt onnan ki kell szednünk valahogy. Tök mindegy, hogy milyen áron, de ki kell, hogy szedjük onnan. Gyorsan a motorból kipakoljuk a cuclikat. Így van. Gyorsan. Ígyni. Hú, ez a két sisak azért elég menő, mert ezt ugye csak venni lehet. Máshogy azt nem tudod beszerezni, csak hogyha vásárolsz. Szóval az úgy menő. Egynek nem rossz. És akkor még rakunk el C4-et, hát más ötletem nincsen, skacok igazából. Oké. Remélem ott van a bázis, mert szívrohamot kapok, hogyha nincs ott. Kacok, rögtön rosszul leszek, hogyha nincs ott. Elméletileg ott kell lennie. Bízom benne, hogy ott is van. Jó van, viszont a fegyvert azt azért vinnem kéne, basszus. A VSS-t azt vinnem kéne, ígyni. Akkor nézzük, hogy ott van-e a bázis, remélem, hogy ott lesz. Elméletileg így ott kell lennie, hiszen nem egy Revenge Raid-ről van szó. Úgyhogy nézzük. Meglátjuk. Meglátjuk, skacok, én bízom benne. Bum! Igen, itt van. Oké, okay, nice. Örülök, hogy itt van. Csak ugye ilyenkor vissza tudunk jönni a bázisra, hogyha meghalunk. De fontos, hogy ez Revenge Raid-nél nem működik. Ott ne halljatok meg. És így ugye plusz tucokat tudunk hazahozni. Illetve most jelen esetben tudtam hozni még C4-et. Hiszen nagyon-nagyon kellene az a floppy, srácok. És már üt engem ez a csicska lelkű, bazd meg. Anyádat. Ígyni. Okay. És akkor mindjárt pontosan meg is nézem, hogy hol van ez a... ez a floppy. Egyenlőre nem látom sehol. És nem láttam sehol. Jó, azt ott kinyíltam. Ebbe volt a ruha? Nem ebbe volt a ruha. Hanem akkor ebbe? Ebbe se volt ruha? Nem nyitottam ruhát? De, jól emlékeztem, hogy nyitottam ruhát. Jó! Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. És akkor most jön az, hogy pontosan megnézzük, hogy hol is van ez a flopicska.
Na, a skacok megvan, hogy hol kell robbantanunk, de előtte elköltöm ezt a skill pontot. Úgy van, köszi szépen. Elméletileg itt kell ezt így szétrobbantanunk. Vagy ezt fogjuk szétrobbantani így belülről. Ez lehetséges. Oké. Okay. Bízom benne, hogy ott lesz a floppy. Nem, nincs itt a floppy. Mi az, hogy nincs itt a floppy? És már jön is ez a csóró. Hát srácok, ez a raid nem sikerült úgy, ahogy én szerettem volna, úgyhogy ez egy elcseszett raid volt. Ez az én részemről. Ez egy nagyon-nagyon elrontott raid volt, de hogyha bemegyek, akkor a Big Bang meg fog engem ölni. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy nyissunk még egy Police Station-t, hogy azért ne csak a bénázásomat nézzétek a videóban. Úgyhogy nyissunk egy Police Station-t. Ez egy elbaltázott raid volt, nagyon-nagyon elrontottam. De igazából ott robbantottam, ahol a videóban is, de webcam nem volt ott floppy. Sajnos. Na de mindegy, srácok. Azt mondom nektek, hogy akkor leszállunk a mociról, és elmegyünk gyorsan a rendőrségre. Ott még kinyitunk egy-két ládikót, aztán csókolom. Jó, ezeket gyorsan ledobom. Van. Jó van, azért hoztunk egy fullos VSS-t, meg azért hoztunk glockokat, hoztunk steel plate-et, alumínium plate-et. Úgyhogy azért mégse volt olyan rossz, tehát annyira rossz nem volt. Viszont a sok C4 miatt igazából az bosszantó. De semmi gond, mert van még belőle, úgyhogy nem parázok rá erre a cuccra nagyon. Hanem menjünk tényleg el a rendőrségre, és meglátjuk, hogy ott mennyire leszünk szerencsések. Igazából látjátok, hogy még van C4-em, szóval pánikra nincs ok. Kacok, úgyhogy vegyük magunkhoz a jelvényeket, valahol itt vannak. Elbújva a kis huncutok. Így van. És akkor ebből viszek csak így, és így jó is lesz szerintem. Na, mocira fel! Aztán let's go! Let's go! Van benne üzemanyag egyáltalán? Nincs. Ha nem sok. Ez kevés. Das ist kevés. Nagyon kevés. Nagyon kevesecske. Jó, annyi szerintem bőven elég lesz. Csak el is indulhatunk. Lássuk, hogy mit kapunk ezekből a jelvényekből. Nyilván nem olyan nagy cuccokat, de azért nem olyan rosszakat fogunk kapni. Úgyhogy let's go. Bum. Jó van, Police Station, jövök. Motorral ráadásul. Egyébként hamarosan várható lesz majd újra raid, hiszen hamarosan visszahívom őket. 5 óra múlva lesetölődik az alfa bunkár, és ha minden jól megy, akkor hamarosan lesz újra raid videó, srácok, szóval ne aggódjatok. Ettől függetlenül bízom benne, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, tanuljatok a hibámból, nagyon fontos. Inkább hozzátok el, amit el tudtok, elbohóckodjatok össze-vissza. Mit csinálok most én itt a katonánál, nem is értem. Na! Oké. Okay. Nice. Jó lesz ez, kapunk valamit, és csókolom. Oké. Okay. Blokkmódosítás sajnos már megvan, az a fajta nem baj. Zipgun módosítás, gyerekek! Nice! Az mondjuk nem rossz. Az mondjuk nem rossz. Pont jól jön. VSS módosítás megvan, semmi gond. Oké, okay, kaptunk egy full shotgun-t, az azért jó. Scarrel módosítás, ez már megvan sajnos. Viszont kaptunk egy Glock 17-et, egy fullosat. Nagyon jó, ugye itt csak fullosat lehet kapni. Nem is értem, miért mondom, hogy fullos, hiszen itt csak új cuccokat kapunk. Illetve még egy shotgun. Teljesen jó, srácok, teljesen jó. Magamhoz veszem még a steel plate-et is, és akkor azokat viszem is haza magammal. Meg még az alumíniumot, és így van. Így van. Nagyon szuper, nagyon-nagyon szuper. És oké. Okay. Jó. Jó, 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 és jó. Jól van, srácok! Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és tényleg tanuljatok az én hibámból. Látjátok, hogy elbaltáztam, össze-vissza néztem a videókat, aztán mégse vált be. Úgyhogy mindig azt hozzátok el, amit el tudtok hozni.
Ne foglalkozzatok a törlésekkel, ne foglalkozzatok azzal, hogy hajt titeket a kíváncsiság, hogy úristen, mi lehet ezen a bázison még, mit tudnék elhozni. Ne hallgassatok az izére, bazd meg, ne hallgassatok senkire, semmilyen videóra, hanem amit el tudtok hozni hozzátok el, ne essetek abba a hibába, mint én. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, jók legyetek, szevasztok!